Közel egy hónap után folytatódik számotokra a bajnokság. Hogy telt ez az időszak így meccs nélkül? Nem, tehát meccs nélkül folyamatosan találkoztunk edzőpartnerekkel. Itt volt a kínai válogatott, akiknek elsődleges céljuk, hogy kijussanak az olimpiára. És azt kell mondjam, hogy az első két kap után nem volt túlságosan pozitív a tapasztalat, mert simán meg tudtuk őket verni. Viszont nagyon szépen fejlődtek itt abban az egy hónap vagy másfélben, amit itt töltöttek, és itt az utolsó két kapuk már nagyon szoros kiki harcokat eredményeztek, ami nyilván nekik nagyon jó, nekünk meg aztán szintén jót tett, mert ebben a volt időszakban szerintem ezek a legjobb edzések, és emellett még hazai ellenfelekkel két kapusztunk, úgyhogy talán egy picit már túlzásba is vittük a két kapukat, de azért, hogy az ember fönntartsa a motivációt, meg ne unalmasan teljen az idő, így azt gondolom, hogy ez egy jó edzésprogram volt. Most a novemberi időszakban várjátok 4 mérkőzés az újabb bajnoki szünet előtt. Hogy várod ezeket a találkozókat? Ebből 3 kifejezetten fontos lesz. Így van, hát az első az OSC. Most egy ilyen nagy szünet után ugye mindig kérdője, hogy sül az első mérkőzés. Ők talán azért jobban meccsben vannak, mint mi, meg ugye egy sokkal jobb csapat, meg más dimenziót képviselnek a BVSC-nél. Talán ez is inkább a felkészülésnek egy további része, ami nem azt jelenti, hogy bemegyünk, aztán legyünk túl rajta a mérkőzés. Legalábbis bízom benne, hogy a játékosok sem így veszik majd ezt az egészet, hanem szeretném egy nagyon jó edzésnek felfogni ezt a szombati mérkőzést. Extra nehéz lesz, mert van 3 hiányzónk. Úgyhogy ez amellett, hogy eredeti felállásban is nehéz mérkőzés lenne, most így még inkább azt mondom, hogy nehéz lesz egy jó ellenfélnek maradni, lenni, válni azon a szombati napon. Utána van 2 hét szünet, és a 2 hét szünet után játszunk egy honvéd mérkőzést. Minden mérkőzés nagyon fontos, de tényleg úgy néz ki, hogy itt a Honvéddal, a Honvéd az egyik olyan csapat, akivel nagyon nagy párharcot vívunk itt a jövőre nézve, vagy vívhatunk. Azt a mérkőzést, az lesz az a mérkőzés, amire nagyon fogunk készülni, és utána megint eltelik egy picike idő, és egymás után játszunk majd a Szombathelyen itthon és a Szentesen idegenben. Ez az a 3 mérkőzés, ahol ugye 9 pontot lehet szerezni, de tényleg csak lehet, de reálisan is megszerezhető az a 9 pont, és ott attól függően, hogy hány pontot tudunk szerezni, meghatározhatjuk, hogy akkor merre tovább. Hogy látod ebben az elmúlt egy hónapban, vagy közel egy hónapban a csapat, miben lépett előre, vagy miben kellett esetleg előre lépni? Azért is előtettem a két kapukat, mert nagyon nagy cserélődések ugye nem voltak a csapatban, a fiatalok, akik érkeztek, nekik kéne minél jobban beépülni, és ezek általában taktikai részről jelentenek beépülést. Fel kell venniük ezt a ritmust, amit egy picit másképp játszunk, azzal azonosulniuk kell, ehhez nagyon sokat kell játszani, és mivel az OB1-es fordulók nagyon fontosak, kikipárharcok, nem feltétlenül tudnak annyit játszani ezek a játékosok, amivel azt a fejlődési szintet elérhetik, mint ezeken a két kapukon. Úgyhogy legfőképp erre mentünk rá ebbe a 3 hétbe, és ilyen tekintetben szerintem abszolút pozitív volt. Köszönöm szépen, akkor sok sikert a következő mérkőzésekhez. Én is köszönöm.